Szevasztok, srácok, mindenkinek, halihó! Halló, szevasztok! Mi a helyzet? Szevasztok, mindenkinek, srácok! A mai napon a Mad Games Tycoon 2-vel fogunk játszani. Már régóta nézegetem ezt a játékot Steamen, és úgy gondoltam, hogy most eljött az ideje, hogy egy kicsit valami újjal is játszunk. A Cyberpunkot is folytatni fogjuk, de ma nem volt energia szintem ahhoz, hogy azzal játszunk. Úgyhogy most ezzel a kis játékkal fogunk játszani. Ez egy indie fejlesztésű játék, és a lényege pedig az, hogy egy játékfejlesztő stúdiót kell üzemeltetnünk, illetve alapítanunk. Azt hiszem, hogy a kezdési dátum az 1975, ugye az első játék megjelenések, és onnantól napjainkig kell eljutni, úgyhogy ne menjen tönkre a stúdiónk, és olyan játékokat készítsünk, ami ugye a népeknek megfelel. A faszomat a Discordba. Bocsássatok meg. Na, akkor vágjunk is bele, srácok, a játékba, azt javaslom. És kezdjük is el, ugye, mint láthatjátok, van benne magyar nyelv, úgyhogy akinek nem erőssége az angol, Az tud magyarul is játszani a játékkal. Nem tudom, milyen a magyarítás. Most játszok vele először. Friss, még meleg a játék, úgyhogy ja. Na, srácok, akkor kezdjük is el. Ugye új játék, és akkor itt kell ugye a cég adatainkat megadni, ami szeretnénk, hát mondjuk a cégnevünk az legyen Tybee Games, így fantáziadúsan. Logónk az Nintendo, Komani, igen, itt azért EA, ugye hát azért felfedezhetőek olyan logók, amiket azért a valóságban is tükröz egy-két játék. Most valami olyan logót akarok választani, ami mondjuk Unisoft. van itt minden. Hát válaszunk valami ilyen semleges logót szerintem. Nincs valami, ami ilyen T-betű, de itt van, nézd csak, T-betű, tessék. Cég nemzetisége, ugye hát itt nyilván Magyarország nem egy játékfejlesztő nagyhatalom, úgyhogy minden országnak külön műfaja van ugye a játékok tekintetében. Szerintem maradjunk ez Egyesült Államoknál. Nehézségi szint, hát legyen közepes, kezdő év 76. Tehát 15-ig lehet menni a játékban, vagy még tovább? Játék sebesség. Várjatok már, ezt a Discordot szerintem ki kéne innen lőni. Itt fog nekem klintyegni. Játék sebessége legyen normál, nem tudom mit akar. Versenytársak száma 71. Hát legyen. Elfogadjuk, és akkor ilyen fantasztikusan stilizált karaktereink vannak, ugye lehet férfi, női. Hát legyünk mi. Igen. A testünk az, mint egy görög istené. Ilyen. Legyen ez a nyakkendős forma, a hajunk az
Hát... Jó, maradjunk kopaszok szerintem. Ilyen szemüvegek vannak. Jó, az így ne legyen rajtunk szemüveg, és ne legyen szakállunk sem, tehát ilyen kurva fehérek vagyunk, és igen, az nem is számít most a szakáll meg a hajszín. Felső szín az legyen ilyen libafors zöld, és a nadrágunk pedig, hát ilyen kék. Extra szín. Ja, ez a nyakkendőnk, hát az legyen ilyen szexi, ciánkék mondjuk. Szakmánk. Tudós, játéktesztelő, hát legyen játéktervező. Ügyességpontok 50 darab van, amit elozhatunk, hát rakjunk a játékdizájnra, rakjunk a programozásra, marketing és ügyfélszó, zene és hang, játéktesztel és hardware, mérnöki, hardware és mérnöki munka, kutatás. Szerintem maradjunk mi a programozás kategóriájánál. Ó, oh, és akkor már is költöttük, várjál csak. Játék dizájnból visszaveszünk egy kicsit, és rakjunk a erre. Ebből is. Így. Képességek. Vezérigazgató. Karakter nem veszíti el a motivációját. Star designer. Hype-ot kreál. Kimeríthetetlen alkalmazva nincs szükségük szünetekre. Tehát itt majd az, ezek szerint akkor az alkalmazottainak szüneteket is ugyanúgy adnunk kell. Sose vétenek hibát. Tehetséges. Szerencse, kritikus munkaerőnél és gyakrabban fordul elő. Sportos, tisztántartó. Nem betegszik meg. Nem fogja a mellékhelyiséget használni. Kitartó. Irányító erős vezető készségére vezető fejlesztőként alkalmazott őket. Sokoldalú. Hát legyen vezér, most ebből többet is lehet? Mert akkor legyen ez. Igen. És akkor legyen vezetőfejlesztő is mondjuk. Legyen így. Ja, ötöt kell választani. Aha, jó, akkor legyen ez. Megtanuljunk gyorsabban. Oktatómód kikapcsolva, vélszem platform népszerűség. Hát, mindegy. Igen, akkor egy verzió tovább sem tartalmaz sok funkciót, érték helyenként kiegyensúlyozott, a hibák fordultak elő. Jó, oké. Via SD gombokkal mozgatjuk a kamerát, görgővel lehet távolítani, oké. Okay. Y és X gombokkal lehet így, ezzel így. De hogyha középső egér gombot nyomjuk le, akkor is lehet így forgatni, oké. Okay. Mint valószínűleg észrevette, stúdiót kell építened, ha további pénzt akarsz keresni, először el kell adnod a régi sportautódat, kattints a régi sportautódra, mely ez az? Nem. Melyik a sportautóm? Hol a sportautóm? Várjál. Meg kéne találnom a sportautómat. Hol van? Nem. Hol a pecsömben van a sportautóm? Ó, oh, itt. Tárgyaladása. Hát eladtuk a kocsinkat, hogy tudjunk építeni. Ó, és akkor ez a garázsos téma akkor a miénk. Uh-huh.
Szóval felépítéshez kattints a kék kocka ikonon, és válasz ki, melyik szobát szeretnél. Itt a kék kocka ikon. És legyen akkor a játékfejlesztés. Ugye itt egy helységet több részre is el tudunk osztani, mondjuk legyen itt ez. Igen. Rakjunk be ajtót. Ide. Igen, és akkor elfogad, és akkor ez a fejlesztői kurva anyja, legyen egy munkaasztalunk. Hogy forgatom én ezt? Aha, jobb egérgomb, és akkor úgy. Hát csináljunk egyet ide, szerintem. Lenni ilyen munkahasználat, minden alkalmazottnak szüksége van munkahasználat, hogy tudjon dolgozni, de ugye erős, hogy az alkalmazott ne sokkaljanak be, és ne dolgozzanak piszkos környezetben. Helyezze legalább egy munkahasználat, végezték, kattints a bezár gombra. Jó. Gondolom nincs túl sok pénzünk. Igen. Itt már nem magyar, aha. Kell étkező is, meg mosdó is. Hát csináljunk egy WC-t azért. A rötyi az fontos, legyen egy ilyen legyen egy így. Oké, és akkor legyen ez, meg csinálunk egy... Nem lehet ablakot rakni? Nem. Jó, hát akkor ez ilyen ablaktalan hely lesz. Növény, mindenféle szőnyeg. Minden van. Ha vegyünk egy WC-t. Hogy is volt, várjál csak. Ja, megvan. Ja, így. Raktunk egy klotyót. És akkor rakjunk egy mosdót. Az meg legyen mondjuk itt. Szemetes. Ide is akkor egy kézszárítót is. Az meg mondjuk legyen itt a szembefalon. Így. Gyógyszeres szekrény, radiátor. Azt mondjuk ide bentre rakhatunk egy radiátort, hogy legyen. Így ide az asztal mellé, hogy jó meleg legyen. Legyen egy óránk is. Meg egy lámpát. Nem, lámpa nem kell. Kell a fasznak. Növény. Rakjunk egy ilyen kórót ide, ne legyen annyira egyirányú. Oké. Okay. Development room. Kell a fejlesztői szobát is építenünk. Azt meg ide szerintem a túloldalra fogjuk megcsinálni. Kutatás. És akkor mondjuk az meg legyen... Ekkora. Így. Igen, tudom, ajtó az kell. Az meg legyen így. Oké. Okay. És akkor itt, ide is berakunk egy asztalt egyenlőre. Nem tudom, hogy majd mennyi kell. Így. Ez egyelőre elég kicsi. Rakjunk egy szekrényt is nekik ide. Így. Irattartó, tévé, modern, rádió, szemetest. Rakjunk oda egy szemetest. Ide is bedobunk egy radiátort, nehogy befagyjon a segge a karakternek. Jó, szerintem itt más nem is nagyon kell. Mi ez?
Ez mi? Ja, hogy itt lehet majd csinálni a dolgokat. Aha. Klotyó, és akkor még egy izét, egy kajáldát kéne leépítenünk, egy társalgót. Az meg legyen ilyen nagy. Már most deficitben van a stúdió, mint a kurva élet, de semmi baj, majd valami lesz. Aha. Hát itt legyen ilyen fosbarna szék. Ide lerakjuk. Így. Vegyünk egy hűtőt. Ezt ide rakjuk. Legyen még egy székünk így ide. Szemetest azért ide is rakunk. Meg legyen egy vízadagoló, nehogy szomjan halljanak a kollégák. Ha majd lesznek. Hogy gyógyszeres szekrény. Ez nem tudom minek, de ja. Így. Ide rakjunk egy ilyen lámpát. Várjál. Nem volt túlságosan átgondolt ez a szoba tervezés. Na mindegy, srácok. Ez most így alakult. Ide rakjuk a sarokba. Legyen itt is egy ilyen kóró. Mondjuk itt, és akkor minden fain. Na! Oké, és akkor elkezdhetünk fejleszteni. Játék fejlesztése, és akkor itt kell, hogy új játék. Szevaszásra, Ali. Hát, vezető, tervező. A lista üres. Fasza. Jó, ez egy alap játék, játék méret. B, célcsoport. Hát legyenek a gyerekek, na. Ügyességi játék, főműfaj legyen az. Téma. Középkorú, nem tudom mit jelent az, gondolom középkorra vonatkozó. Játék neve meg legyen. Ügyességi játék. Ennyi. Night Tale. Jó, itt nincsenek még játékmotorok. És akkor itt van, byte egyre vagy fértekre lehet fejleszteni. Bajiz. Tudod, mit hallgattam a munkahelyen? Super Dari Dobrosz, igen. Mit hallgattál a munkahelyen? A 10.000, igen, fejlesztési költség 3003. Ez is 3003. Hát gyártsuk erre, Byte-ra. DevKit. Aha, itt majd lehet ilyen fejlesztői szírszarokat. Hangszóró, primitív, emmi, primitív fizika. Hát itt még túl sok mindent nem lehet csinálni, úgy látom. Legyen a... Így. És átlagos játékokra. Prioritás, hát persze, hogy a... Ja, nem. Jó, akkor ez így kiegyensúlyozott. Hát nyelv az angol természetesen, semmi másra nem csinálunk. Már így is 23.000-be kerül a játék. Szünet funkció. Igen, billentyűzet támogatás. Hát persze,
tudsz kell. Ezek a játékon belüli dolgok. Na. Nincs kiválasztott tervező. És ezt én hogy választom ki? Felőszösen. Vezető tervező, lista üres. És föl kell vennem majd... Na? Nincs vezető tervezőm most. Leroy Jenkins. Romok, aha. Az jó. Most ugye a grafika programozást csinálja emberünk, veszettül. Most csinálja a hangot. Ugye így közben ő is fejlődik amúgy. A versenyzés műfaj és erotika téma népszerű. Hát jó, még nekünk nincsenek ilyenek. Megnézzük, hogy ez az első játékunk, ez mekkorát megy. Double, bubble, teitu, kiadott, you're the big computer people. Csináljuk a billentyűzet támogatást. Muszáj megcsinálni, nem tarthatunk szünetet. Nincs pénzünk. A legfontosabb dolgok egészet, hogy a játék készen áll a kiadásra. Szeretném, hogy csiszolsz a játékon, viszont a, viszont a javítási fázis a munka eredményei csökkenek, és hibákat pedig csak lassan távolítják el. Nincsenek bugok! Kiadó Epicsware Middle. Hát persze, hogy adjuk az erősebbnek. Oké. Na, nullás életkor besorolást kaptunk. Hát jó, szar. Aha, jó. Túl steril a grafika. Unalmas. A szó, hogy unalom, tökéletesen leírja a gameplayt. Hát nem túl, sikerült túl jól, mindegy nekem. Műfajok, játék, motor, funkciók, játékmenet, funkciók. Legyen, fejlesztünk versenyzést. Reméljük azért valamennyi Dellát behoz. Na itt most itt van az eladási statisztikák. És ugye emberünk ő nem veszíti el a motivációját. Megosztás. Jó, ez nem az. Itt tudok akkor... Aha, munkapiac, csoport, az összes alkalmazott, alkalmazotti beállítás, munkapiac. Itt van, hogy kiket tudunk fölvenni. Játéktervező Gunnar Kaul.
Vegyük föl Gunnárt. Hát mondjuk elég szarok a statjai. Technikus. Hardware és mérnöki munka. Játék tesztelő. Grafikus. Grafikai design. Programozó. Játék tervező. Fú, van itt minden, gyerekek. Jó, vegyük föl Gunnárt. Ő az, aki valamennyire még ért a dolgokhoz. Legyél te, itt Gunnár. Neked kiadunk egy játékfejlesztést, új játékot. Játék neve. Legyen... mit tudom én. Vagy várjuk meg, amíg kifejlesztjük a... a versenyzést. Hát nem tudom. Front of the Colossus. Na, az teljesen jó. Ugye alapjáték. Játékméret B. Célcsoport. Legyen a gyerekek még továbbra is. Főműfaj. Ügyességi. Fő téma. Túlélő. Hát a tököm se tudja, hogy ez mire jó. Játékmotor nélkül, játékmotor vásárlása, továbbra sincs játékmotor. Fő platform. Legyen ez. Ezek maradhatnak, mert ugye ezek nem változnak. Így. Legyenek ilyen közepes dolgok is akkor. Ah, itt lehet spórolni. Mindegy, jó az így nekünk most. Ő dolgozzon akkor azon. Super Cyborg! Haladunk vele. Lassan kész lesz majd a cucc. És egyből, hogy fölvettük Gunnárt. 99-es lett az izé, dolgoznia kell, szörnyű dolgod van. És akkor így lehet gyorsítani. A játék elkészül. Mindegy, kiadom még egy ilyen, azt a Front of the Colossus-t. Ezt kiadjuk. És addigra elkészül, és akkor majd csinálhatunk új dolgokat. Kilenc bug van benne. Várjál. Gunnár, téged rakjunk ide egy kicsit pihenni, én meg átveszem a dolgokat. Nem akarsz pihenni, vagy WC-re menni, vagy valami?
Jó, itt tudunk valamit még, műfajok, témák mondjuk, legyen témák, autók, mondjuk a versenyzés ez jó. Amint kigyomlálta Gunnar a bugokat, akkor kiadjuk. Egyelőre még jobban, tehát még fogy a játékunk. Mad Games rendezvényen 17 ezer, kérlek válasz a standod méretét. 1200 dollár, lehet kis standot. Legyen ez Front of the Colossus-szal berobbanunk a játékpiacra, srácok. Kiadó keresése. Többet fizetnének, hát most adjuk ki náluk. Oké. Jó, mit akartok? Erre nem lehet még fejleszteni, baszki. Igen, build more rooms. Amint elkészülünk itt, igen. Oké. Játékmotor funkciók itt nem lehet még fejleszteni. Játékmenet funkciók. Helyi rekordok. Kontroller támogatás. Ezt hozzád fejlesszük le a rekordos témát. Na, Front of the Colossus. Nagyon core játékosoknak lett kifejleszt, azt gondolják róla a rajongók. Mindjárt kész van a... Így van. És itt már be is lőjük, új játék. Alap, legyen alapjáték. Igen. Célcsoport legyenek a tinédzserek, nem tinédzserek, gyerekek, legyenek a gyerekek, nullás besorolása legyen. Versenyzés, így van, fő téma, autók, így. Super Mario, Zoro Gear, Sins of Moon, Planet of Tanks. Nincs valami autós. Cardboard Marlow, Moon Fox. Hát jó, akkor majd kitalálunk valamit. Legyen Fast and Dangerous. Oké, na. De én mindig játékmotor nélkül. Lehet, hogy játékmotort kéne fejlesztenünk legközelebb Gunnarral, vagy valakivel, vagy én fogok, nem tudom. Na, ennek van a nagyobb piaci részesedése a Byte-nak. Most arra fejlesztünk. Na, itt már fejlődnek a dolgok.
Másas védelem nélkül, tehát ebben az időben, mint mit? Tolódjunk el az atmoszféra irányába. Meg a látványba. Arra feküdjünk rá a látványra, meg az atmoszférára. Játékhossz az legyen ilyen. Legyen kezdőbarát, és átlagos játékosoknak csináljuk. Na! A grafikára pakolunk. Kurva sokat. Meg a hangokra. Rakjunk egy kicsit a technológiába. 170 munkaprioritás. Jó. Ó, durva lesz, baszki. Nem tudom, hogy az mit. Helyi rekordok legyenek benne. Szünet funkció és billentyűzet támogatás, az kell. Ennyi. Nem lehet több 100%-nál. Aha. Jó, hát akkor legyen az, hogy technológiába lejjebb megyünk, grafikában följebb, játékmenet. Így. Jó. Na, akkor az fejlesztődik. Itt is fejlesztünk közben, ha tudunk. Műfaj. Legyen kalandjáték. Így. Hogy dolgozzanak az urak. Jó, hát nem érdekel, hogy hány nyelvet szerettek volna a Front of the Colossus-ra. Túl rövid volt a Front of the Colossus játék ideje, úgy gondolják a rajongók. Minusz 50%-os ingatlan árak vannak, amit tudunk majd ingatlant venni. Fast and Dangerous. Folytassuk a fejlesztést. Vannak itt témák bőven. Cyberpunk! Majd azt is fejlesztünk. Dungeonök. Legyenek dungeonök. Lehet, hogy kéne még egy játékfejlesztős részbe. Nem szobát, hanem... Hogy tudok... átváltani a bútorzatra? Itt tudok? Játékfejlesztés? Ja, itt tudok, jó. Csinálunk be ide még egy munkaasztalt, hogy közben... És majd fölveszünk valakit. Így, de. Ti is kaptok egy szekrényt. Oké. Oké. Itt nincs szemetes, úgyhogy rakjunk ide is szemetest. Jó, és akkor fölveszünk még egy embert. Oké. Munkapiac, aki... egy programozót.
Charlie Harksot fölvesszük. Oké. Okay. Csak így ketten dolgoznak a játékokon. De majd játékmotort akarok fejleszteni, azért vettünk föl még egy embert. Kivonták a piacra az első játékunkat, a Knight Tale-t. 172 000 dolcsit azért keresett nekünk az a játék, jó volt. Az a baj, hogy a Front of the Colossus is elég szarul áll. Úgyhogy jó lenne, elkészülnétek a Fast and Dangerous-szel, és ki tudnánk adni azt is, mert szarba lesz a haza, nem termelünk bevételt, és már hárman dolgozunk a cégnél. Cserélünk ezzel a sráccal. Gunnárral együtt tudjunk dolgozni. Katari kiadta a Sok nevezetű játékot. Na. Téged berakunk ide, engem meg majd a másik helyre. Csináld a kontroller támogatást. Jó, a programozó hát csak tudja. És adjuk ki a játékot. Hát grafikailag nem a legjobb amúgy. Ahogy ide is be kell raknunk egy radiátort, mert úgy látom, hogy fázik az ember. Monkey's World. Hát, nem kaptunk díjat. Sajnos. Mindegy, adjuk ki, mert most már nem termel nyereséget nekünk a Kolosszus. Fejlesztés jelentés. Jó lesz ez így. Oké, okay, és az Epic Sphere-nél fogjuk kiadni. Így. Oké. Okay. 6 éves kortól besorolást kapott a játék. Jó, itt még ne várjunk csodát ezek szerint. Jó, és akkor itt viszont játékmotort fogunk fejleszteni. Új játékmotor fejlesztése, ez meg legyen a Type... Engine.
1.0-as, mondom, pont nulla, így. Fejlesztünk ügyességi játékot, speciális platform erre. Mennyire adjuk a játék motort? Hát adjuk szerintem egy 15 000-ért. Profil megosztás. Ez mi? Azt nem osztunk meg semmit. Legalább egy új játékmotor funkciót kell hozzáadni. Ja, de nem tudok. Ó, akkor fölösleges. Szerződéses munka. Na, ezzel kereshetünk. Határidő 7-7. Jó, fejlesszük ezt most. Kíváncsi vagyok, hogy ez milyen. Na nézzük, a Fast and Dangerous hogy teljesít a kasszáknál. Charlie meg lassan végez. Kivonták a piacról a Colossust, 23195, az a baj, hogy ott rossz platformot választottunk. Na, el is készültünk a szerződésessel. Úgy gondolják a rajongók, hogy a Fast and Dangerous autós játéknak kevés a mélysége. Milyen drámai sztorit vártak, és ráadásul ilyen Commodore gépre, tehát na mindegy. Durva. Oké, nézzük meg a szerződéses játékokat. Storm. Hát a Nintendo-nak bedolgozzunk. Mondjuk elég szarul fizetnek. Autós játékot már csináltunk. Vagy mi ez? Soccer Kids. Én legyek a... Oké. Legyen németül is, meg oroszul. Na, így. Helyi rekordok, szünetfunkció, billentyűzet, támogatás. Jó. Válasz ki a fő témát, fő téma. Az a baj, hogy nincsen izéd, mert itt focis gyerekeket kéne csinálni, de...
túlélő, középkorú. Hát lehet, hogy akkor ezt hagyjuk a picsába. És inkább csinálunk sajátot. De meg kell várnunk, amíg ő befejezi. Na, végzett. Kirakós. Nem. Amerikai foci. Baseball. Nincs ilyen sportjáték, vagy ilyesmi. Jéghoki. Kalózok, kamionok, kastély. Kosárlabda. Labdarúgás, tessék. Jó, mi meg csinálunk egy új játékot addig. Én leszek a vezető játék tervező. Tetrix! Ügyességi. Ásatás. Nem tudom, az mi a tököm. Mindegy, az lesz. Fő platform Byte-ra gyártunk. Akkor ezek még mindig ugyanazok. Játékmenet, történetszál. Játék hossza legyen hosszú, tartalma legyen. Legyen kezdőbarát. És egy kicsit elmegyünk a korjátékosok irányába. Grafikai szinten visszább vesszük még egy kicsit, amit játékmenettel pótolunk, hangban is visszamegyünk, és ez technológiában világ minden nyelvén kiadjuk. Kontroller támogatással, szünet funkcióval, helyi rekordokkal, és jó, mindent rakjunk bele. Oké, fejlesztétek a Tetrixet. És utána meg majd csinálunk valami sportjátékot. Köszönjük szépen, sikeres játékmentés. De jó, mert most direkt ráfeküdtem, vagy ráraktam a izét, hogy játékmenetre meg technológiára menjünk rá, és a grafika megy, mint a bolond. Nem vagyunk egy hullámoszon Kunárral. Ó, vannak új platformok. Na jó, van, felugrott ez a játékmenetes téma. Igazából a receptre kéne rájönnünk, hogy mi az, ami tuti siker. Hát most ugye erotika, de hát most... pixelekből milyen erotikát csinálsz? Legalábbis ezekre a gépekre, mert hát nyilván pixel artok vannak. Tetrix, tessék. Hát folytassuk még a fejlesztést, mert van benne bug bőven. Új kutatás elérhető 2D-s grafika. Na! Várjatok, mert... folyosó.
Sputnik 3000 tisztító, ultramodern robot minden szennyeződést eltávolít. Hát persze, hogy veszünk egy Sputnikot. És ide rakjuk Sputnikot, 15 000-é. Oké. Rakjunk radiátorokat. Ide is rakunk radiátort. Ide is rakjunk egy radiátort. Na! Trópusi növény, kaktusz, rakjunk ilyen növényt ide. Ide. Rakunk egyet ide. Aleon poster, hát ez kell. Oda rakunk egyet, jó. A robot majd összetakarít elméletileg. Jó, mindjárt kigyomlálják a bugokat, és akkor ki tudjuk adni a Tetrix nevezetű nagy sikerű játékunkat. És egész korrekten néz ki, talán. Jó. Oké, kiadót keresünk. Iha. Van egy pár kiadó, azért. Az Epic Sphere-nél voltunk idáig. De a Comaninál adjuk ki. Ó, oh, 73%, na! Jó történetmesélés. Pár meglepetéssel. Mit mesél el egy Tetris játék? Mondd már el nekem, haver. Hát igen. Irányítás játékmenetbe. Jó. Az egyik játékot jó minősítést kapott a sajtótól, gondolkodnak kellett egy folytatás későbbi kidolgozásán. De még nem áll készen a technológiámra. Majd mindjárt állítunk valakit. Aha, itt lehet a izéket ki. Alműfaj, kutassunk alműfajt most. Hogy tudunk játékmotort készíteni? Szia Attila, köszi a lájkot! Még nem elég nagy a technikai szintünk. És ha régit fejlesztenénk, az meg nincsen. Baszki. Csináljunk addig szerződéses munkát. Legyen ez. Szevasz professzor, köszi szépen a lájkot. Jól vagyok, köszi. Igen, új játék Attila. A játékfejlesztő stúdiót kell üzemeltetni benne. Várjál, mert ezek meg végeztek. Szerződéses munka. Fizika optimalizálása. Ezekkel elméletileg fejlődnek az embereink is. Banki válság. Világ, mint a bankválság tört ki, valamelyik bank ma már
lényegesen magas kamatokat követel meg hitelek után. Elvileg nincs hitelünk. A Fast and Dangerous az elég gyorsan lecsengett. De bőven jó volt. Tehát 44 ezer dolcsiba került maga a fejlesztés a játéknak, és 105 ezer dollárt hozott be, majdnem 106 ezeret. 61 ezeres profitot termelt nekünk, úgyhogy az úgy nem volt rossz. Frissítés. Tetrixhez. Ah! Rakhatunk hozzá, rakjunk új küldetéseket és új játékmódot bele. Még javítsunk az irányításon? Javítsunk még az irányításon is. Jó. Oké. Már Tetris úgyis bejött a népeknek. Szerződéses munkát csináljatok. Az alműfaj az elég durva. Jó, sokáig tart. Folytatás. Itt az ideje a Night Tale 2-nek, gyerekek. Csináljunk egy második részt neki. És most Gunnar lesz a vezető tervezője. Ügyesség középkorú az marad. Nem Sims Attila, mondtam, hogy nem Sims. Szia Brigi, halihó. Hát 76-ban vagyunk? Nem, 77. 77-ben járunk Attila, tehát... Igen, azt fejlesztünk. Fő platform. De miért ezekre a platformokra? Elvileg vannak újak, nem? Adventure Game Engine. Legyen ez. Jó, megvesszük azt a motort. Adventure Engine. Oké. Okay. 2D-s grafikával jön már, tehát már ez durva lesz, srácok. Rájönjünk egy kicsit látvány. Történetszál. Atmoszféra. Játékmélység. Kicsit elvisszük a korjátékosok felé. Most ami legyen jó... A technológiából kicsit visszaveszünk, és rakunk a játékmenetre és a grafikára. Nem kell az összes nyelven, elég nekünk Amerika. Legyen kontroller támogatása a játéknak. Köszönöm szépen a lájkot, Beka. Köszi szépen, Brigi. És köszönöm szépen, Sasha, a lájkot. Királyok vagytok, srácok, köszi. Ez velem egy is játékban vagy, Jézus. Hát, ja, ez ilyen. Az a lényeg a játéknak, hogy 1976-tól napjainkig kell vezetni egy játékfejlesztő stúdiót, úgyhogy ne menjünk tönkre, és olyan játékokat készítsünk, amit az emberek szeretnek, tehát ez lenne a lényege.
Legyen benne kontroller, rekordok nem kellenek, legyen szünet funkciója, meg legyen billentyűzet támogatása is. Jó. Válaszd ki a fő platformot. Hát akkor Byte-ra fejlesztünk. Hype van a játék körül. Na, ezt szeretjük. Az embereink itt lefejlesztgetik. Nem volt túl sikeres a Knight-tél, sikeresnek sikeres volt, mert ugye bevételt termeltünk. Szeretnél részt venni az idei rendezvényen? Legyen egy közepes standunk, válasszunk ki Knight-tél 2 és a Tetrix-et mondjuk, így. Na, akkor ezek is megvannak. Az alműfaj ez nagyon betegesen halad. Fejlesszünk még rajta. A bugokat azokat gyomláljuk ki. Elég sokba kerül ezt az alműfajt, azt kétszer is meg fogom gondolni legközelebb, hogyha mi hol merre. Új platform. RRS 80-as. Bestos. Tetrixünk az nagyon sikeres volt, úgyhogy annak majd biztos, hogy kell folytatást csinálnunk. Csinálunk egy Tetrix szupert is akkor. Na. Megvagyunk a Knight-tél 2-vel. Ami mindig ilyen izét mutatnak. Kiadó keresése. Adjuk ki a DataVest-nél. Vagy az Epix-nél? Epix-nél. Adjuk ki az Epix VR-nél. Hat éves koros besorolást kapott. Great gameplay. Na, összességében jó volt a játék. Oké. Itt tudunk valamit fejleszteni? Vagy hogy játékot tudnánk csak. Régi játékmotor és üres a listánk. Aha. Jó, hát akkor izét fogunk szerződéses melókat fogunk csinálni. Legyen ez. Két D-net nélkül láttam már NFS egy videóton, fekete-fehérben látta 80-as évek végén. Én is láttam, Attila. Igaz, hogy így... Nekem is volt ilyen TV játékom, mondjuk az már színes volt, de igen, tehát megvannak ezek a nagyon régi kategóriák. Na, második platformos, már két platformra is tudunk majd fejleszteni. Lehet, hogy ide kéne fölvennem még valakit. Nem tudom, hogy van-e elég hely ott egy asztalnak. Ja, megnézzük. Kutatások, és akkor munkaasztal. Ó, jó, pont elfér egy, oké. Jó, és akkor fölveszünk még egy programozót, vagy ilyen programozó. Hibamentes technikus, hardware és mérnöki munka,
Játéktervező, technikus, tudós. Szelesi Loretta, azt a minden, itt micsoda nevük volt. Jó, vegyük föl azt a Rivaldót. Így, és akkor ő is jöjjön ide segíteni, fejleszteni, mert sose leszünk készen. Licencek sikeresen feloldva. Aha, mert a Byte-ot kivonták a piacról. Grafikon, mindenütt legjobb toplista, eti toplista, legjobb kiegészítő, költségvetés, legkeresettebb csomagok. Oké, nem az pénzügyek, nézzük a pénzügyeket. Havi kimutatások. Havi egyenleg. Jól állunk még, éves egyenleg. Tavaly voltunk ugye deficitben, mert akkor építettük a stúdiót. De bőven 6-szoros nyereségen vagyunk jelenleg. Úgyhogy az jó. Tetrix pedig változatlanul pörög. Jó, nekik adjunk két... Szerződéses játék. Azokat meg kell majd vennem a licenszeket a gépekre, az újakra. Oké. Vállalat működtetéséhez, devkit vásárlása. Aha, igen, itt tudom megvenni. Piaci részesedés alapján nézzük, hogy a Byte 2-re fogunk fejleszteni. Ez a gondolom, ez a számítógép. Commodore, Katari. Commodore, az mikor jött ki? Január 17-ben jött ki a Commodore. Hát fejleszünk Commodore-ra is, persze. Jó, és akkor játék fejlesztése. Új játék, Black Orchestra. Gunnar lehet most a fejlesztő. Alapjáték. Jó, az. Célcsoport, teenager. Legyenek a teenagerek. Kalandjáték. Dungeon. Licenc nélkül, licencek vásárlása. Ja, filmlicencek, aha! Jó, hát most majd csinálunk filmből is játékot valamikor. Játékmono Adventure Engine. Fő platform, a Byte-ra gyártunk, a Byte 2-re. Igen, az maradhat. Primitív fizika, ezeket kéne majd fejleszteni. Most elvileg majd a következőnél már ugrik akkor egyet. Legyen a látvány jó, legyen a történet szál jó. Az atmoszféra. Legyen kezdőbarát a játék. És így. Így. Oké. Kontroller, billentyűzet, szünet, helyi rekord. Mindent belerakunk a Black Orchestrába, hogy menjen. Szia, kezdtem, utána 486-os volt, azon már ment a FIFA meg a színes NFS, szóval egy
Kaland az élet. Igen, hát ez nem ma volt. Adventure Game Engine 2. Na, a következő játékunkat már azzal fogjuk valahogy fejleszteni. Fejlesztés folytatás. Csiszoljunk a játékon. Chess 2000. Ryoma, MX, Komani, évjáték. Az év legrosszabb játéka a Chess 2000, amit most adtak ki. Hát nem kapunk továbbra is díjakat, nem jó az így. Meg kell menni valahogy a fejlesztésre, mi az alműfajt, azt kifejlesztik a srácok. Aha, jó, akkor megint ingatlan válság van, olcsóbban tudunk venni ingatlanokat. Lassan majd rá is szorulunk amúgy. Na, a Black Orchestra elkészült. Keresünk kiadót. Adjuk ki a Komaninál. Igen. 12 éves koros besorolást kapott a játék. Oké, ez is jó értékelést kapott. Tetrixhez adjunk új kihívást, új játékmódot és új játékmechanikát. Azt nem tudom mire jó. Másolásvédelem, igen. Így. Adjuk ki minden nyelvre. Ez micsoda? Munkaterhelés 11. Na nézzük, hogy ezzel. Tudunk egy kis életet rehelni a Tetrixbe még. Átadjuk a kiadónak. Aha. Nem kapott annyira jó értékeléseket, de hát ha még egy kicsit tudunk a Tetrixen tolni, meg úgyis olyan nagy sikere volt. Ó, oh, na, végeztek itt a fiúk. Játék motor funkció, 2D-s vonalgrafika, primitív mono hangzás. Hát menjünk rá arra is, na. Várjál, mert azok meg itt unatkoznak. Szerződéses munka. Legyen ez. Fejleszünk rajta. Na, megint van egy új platform. Aha, és mennyibe kerülne mondjuk ez a
Helyzet. Aha, jó. Akkor nem most fogunk. Titkok. Játékfejlesztés. Csináljunk a Tetrixnek. Legyen Tetrix Madness a neve. Az a folytatása. Ügyesség ásatás legyen az. Nem, az nem kell, hiszen továbbra sem kell. Legyen az. Menjünk el az átlagos játékos felé, menjünk el az átlagos játékos felé. Maradjon így, ahogy volt. Helyi rekord, kontroller, billentyűzet, szünet funkció, így van. Jó. Oké. $727,000 bevételt hozott, 43,000-be került a fejlesztés a Tetrixnek, úgyhogy... Csinálj egy erotikus játékot, Sarah Diamond's Busty Adventures. Jó, amint lefejlesztettük, majd itt végeznek a srácok a titkokkal, azoknak a fejlesztésével, mert azt majd a Knight Tale 3-ba bele kell rakni. Ennyi, és akkor megnézzük, hogy tudunk-e műfaj, kirakós és szerepjáték. Jó, azokat is majd mindjárt megnézzük. Témák. Erotika, itt van, tessék. Fejlesztünk egyet. Megnézzük, hogy milyen sikere lesz Szása. Van pénzügyi tartalékunk, úgyhogy nem gáz. A Black Orchestra is jól sikerült egyébként ez a játékunk. Új kutatás illetően csaláskódok. Na, itt kifejlesztették az erotikát a srácok. Akkor fejlesztünk szerepjátékot. Tetris Madness még egy kicsit csiszoljuk. Kényelmetlenül érzi magát. Miért érzed magad kényelmetlenül? Mesélj róla. Tedd ki!
az sajnos nem írja ki a játék. Hát mindegy, vegyünk neki valami... kutatások. Rádió. Vegyünk nekik egy rádiót. Így. Növény. Tessék. Na, így már csak jobban fogod magad érezni. Jelszavas mentések. Dolgozik veszettül. Jó, nekünk a közepes. Legyen a Tetris Madness. 77 decemberében jelent meg a Red Orchestra. Akkor legyen a Red, vagy a Black Orchestra a másik. Ennyi. Más növény kell, az jobban érezze magát, hiszem azzal, igen. Igen. Na, Knightel 2. Igen, itt hát 48 körül volt, és 263-at fialt, úgyhogy ez egy jó sikerült játék volt a második része a Knightelnek. Jobban sikerült, mint az első. Jó, na, a Tetris Madness elkészült, srácok. Úgyhogy... keressünk kiadót. És valószínűleg megint a Konaminál fogjuk kiadni. Így van. 6 éves korig. És ez is nagyon jó értékeléseket kapott. Igen, a hang meg a grafika az fos, de hát most ez van, egy Tetris, Tetrisnél mit, mi legyen? Remélem, közben meg unatkozni fognak. Addig elkezdjük Sarah Diamond Busty Adventures-t fejleszteni. Tudunk venni játékmotort? Igen, tudunk. Adventure game. Megvettük azt. 99% lesz, meglátjuk. Új játék. Ezt mi fogjuk? Mi leszünk felelős vezető tervezőként? Igen, hát felnőttek, mindenképpen a felnőttek, legyenek megcélozva vele. Legyen kalandjáték, alműfaj, ügyesség is, erotika legyen benne, licensz nélkül. Első platform az legyen a Byte, a másodikat meg a Commodore-ra. És akkor legyen az új játékmotor. Még nem tudom, hogy 2D-s grafikával mit lehet csinálni. Hát nyilván itt a látvány azért legyen jó. A történetszál legyen nagyon jó. Hát ez meg így legyen félúton. Kezdőbarát lesz, és átlagos játékosoknak fejlesztjük. És itt meg pont így lesz csinálva. Így.
Oké, minden nyelvre lefordítjuk majd. Legyenek benne titkok. Kontroller támogat, szünetfunkciós billentyűzet, helyi rekordok nem kellenek. Na. Kíváncsi leszek, hogy milyen lesz a játék. Már ezt lehet, hogy inkább szerepjátéknak kellett volna csinálni. Ja, nincs mit. Majd meglátjuk, hát ha ez hozza meg a szerencsénket még pluszban. Eddig a Tetris visz minden. A kiegészítő kiment a piacról. Folytatás az lehet szerepjáték, így van, így van. Fejleszünk még rajta. Jobb legyen. Mi a neve minek? Játéknak, Attila? Sarah Diamond's Basti Adventures. Legyen minden 100 fölötti. Hát, meglátjuk. Black Orchestra kiment a piacról. Majd a szerepjátékként visszahozzuk. Úgyhogy ja. Hát majd kiderül, srácok. Pinball Island. Micsoda játékok jönnek ki. Na, elkészült, keresünk neki kiadót. Sunwork jól fizetne érte. Hát kiadjuk a Commandinálna. Tizenhat év fölött. Tehát a gameplay egyszerű, de függőséget okoz, tehát addiktív. A szórakozás garantált. Limit of what is possible for gaming platform. A grafika az kihasználja a platformoknak a tudását. Nagyszerű. Hát igen, a soundtrack az átlagos. Na, összességében tetszik nekik. Mehet rá a kiegészítő, így van. Egyébként ott nem tudod minden, nem tudod 100 fölé vinni. Mert akkor szól a cuccos, hogy hát ez így nem jó, haver. Tehát nem lehet 100 fölé, mert akkor túlságosan megterheled a melósaidat. Na, nem tudunk régi játékmotort, újat tudunk? Addig fejlesztjük az első saját motorunkat.
Na, legjobb zenei, fejlesztője Koi, kiadója Katari, hívjátok a Lord Project. Megint nem kaptunk semmilyen díjat. Picsába már. És csináljunk a Fast and Dangerous-nek valamit. Várja már, mert itt még zajlik a... Hát akkor csináljunk szerződéses munkát. Legyen ez. Ennyi. Ugye ezáltal elvileg a mi programozóink is fejlődnek. Úgyhogy ilyen mellék melókat is csinálunk. Oké. Frissítések és kiegészítők. Csináljunk fizetős kiegészítőt a Sarah Diamondhoz. Már mondjuk nemrég jött ki. Minden esetre... Új kihívások. Új játékos karakter, új játékmód, új játékvilág. Legyen az összes nyelv. Grafikára és rámegyünk a hangot is, hogy jobb legyen. Nem kell helyi rekord. Ennyi. Csinálunk egy kiegészítőt. Aztán itt már csak elkészülnek ezzel a szerepjátékos... És addig hagyom egyébként, hogy csiszolják a kiegészítőt. Lehet, hogy a kiegészítőnek nagyobb lesz a sikere, mint a... mint az alapjátéknak. Egyelőre a Tetris Madness az nagyon elrepültet nekünk, az nagyon bejött. Annyit akarok megnézni, hogy tudok játékmotor, Sys Creative Engine, ügyességi játékhoz. Hát vegyünk játékmotort, így. És... DevKit, van valami? Igen, ott az új. A Katarinak elég nagy a piaci részesedése, úgyhogy arra is próbáljunk fejleszteni. License, nem? Az filmek. Kiadói exkluzív szerződés a Komanival. Azonnal a fizetés 560. Persze, kiad. És a Komani fogja nekünk kiadni a dolgokat. Piackutatás, nincsen olyan részlegünk egyelőre. Úgyhogy majd ezt itt meg akarom venni, ezt az épületet, és akkor oda meg rakunk ilyen irodát, meg mindenféle ilyen cuccokat. Meg majd oda, itt meg egybe fogom szerintem húzni, hogy itt csak, mit tudom én, csak játékfejlesztés megy, vagy ilyenek. Oké. Fejlesztés. Oké. Mi? Miért csak ennyit kapott? Hát...
ez így nem jó. Pedig egy csomót dolgoztak rajta. Harmadik platformra is fejleszthetjük a játékainkat, na. Csodálatos. Hát az alapjáték az nem ment nagyot, azért azt tegyük hozzá. Új versenytársunk van, a Ziera nevezetű cég. Na. Rainbow World. Ilyen standardnek megcsináljuk. Nem viszünk bele túl sok munkát. Jó, válaszol a fő témát. Legyen ez. Oké. Nem mindenkinek tetszett a kurva élet, igen. Igen, hát... Kiegészítő sem. Jó szarjáték lett. Mindegy, pénzt megkaptuk érte. Játékfejlesztés. Test driver, és mi legyünk a felelős vezető. Igen. Legyen autós. Katarira, és akkor Commodore a harmadik. Creative Engine. Nem tudom, hogy az jó-e rá nekünk. Igen, itt még az EMI és a fizikán kell majd fejleszteni valamikor. Atmoszféra, tartalom. Legyen tartalom. Hát azt hagyjuk középen, akkor jó. Legyen kettő. Így. Rekordok, szünet, villanyhűzet. Ja. Mindig kell, hogy kín legyenek játékok a piacon, mert úgy
jön csak a bevételünk folyamatosan. Már 1979-et írunk. Fejleszünk még. Várjuk, amíg ugye a 2D-s blokk grafikával elkészülnek a programozók, és akkor addig csiszolgatjuk ezt a test drivert. Tetris Madness-t kivonták a piacról, ez is jól teljesített, a második rész még jobban teljesített, mint az első. Grafika, játékmenet funkciók, ellenőrző pontok. Miért pontozzátok így le? A hang miatt. A hangra rá kell feküdni, srácok. Valahogy. Hát, hogy kéne egy külön szekció neki. Nem tudunk fejleszteni. Troll Edge. Speciális platform. Hát bajtra. Oké. Így nem lesz jó, hogyha ennyire lehúzgálják egyébként a játékainkat, mert akkor sosem fogunk sehol se elérni, úgyhogy... Ja. Csináljunk egy folytatást. Ezek a Black Orchestrát. Kettő. Így van. Kaland Dungeon és szerepjáték. Hattori és a Commodore. Játék motor.
De ebben még nincs benne az. Aha. Akkor meg kell várnunk, amíg... Vagy nem? Így. Fejlesszük le, hogy akkor az a graf is meglegyen benne. Hát 78-ba került a izé, a Sarah Diamond játékunk. 481 ezres, tehát 400 ezres bevételt hozott. Nem volt rossz, de nem a legjobb. Továbbra sem. Oké, és akkor így. Oké. Mélység. Van egy közepes. Így. Így. Helyre fordok. Mindent belerakunk. Oké. Okay. Mert ezek közben itt lazsálnak. Hangstúdió, ezt akartam. Ez úgy látom, az rohadt lassan fog elkészülni. Maximum a hang prioritása tehetsz, igen. Csak ugye ahhoz le kell húznom majd valami mást. Na jó, kiegészítő is legalább termelt 60 ezret. Az a baj, hogy amíg kint van játékunk a test driver, az már nem termel olyan nagyon sokat. De nem baj, majd bízom benne, hogy a Black Orchestra 2 majd elviszi a hátán a stúdiót egy darabig. Ha más nem, akkor gyorsan lefejlesztünk egy... Ó, világjárvány. De jó. Mindegy, ne betegedjetek le most, légy szíves. Minisoft. Nem kaptunk díjat. Nem tudom, ez a hangstúdió az az, amire gondolok. Tehát, hogy csinálj külön ilyen zenei stúdiót, mert annak mondjuk nem sok értelme van, hogyha nem tudunk olyan jellegű hangot előállítani, ami, vagy olyan jellegű játékzenét, ami jó lenne. Na, a Black Orchestra 2 viszont úgy néz ki, hogy jó lesz. Már itt 76-osnál van a zene, úgyhogy...
Összes alkalmazott, nézzük meg, ha elég le vannak a rongyolódva. Hogy tudnám én őket följebb? A motivációjukat följebb vinni. Fizetésemelésre tudok nekik így adni most. Hát mindegy. Na, elkészült. Így. Hát ez nem igaz. Ez nem lehet igaz. Még meglátjuk majd, hogy fut a kasszáknál. Szerződéses munka. Úgy látom, hogy van elég. Kezdőbarátabbnak kellett volna lennie, meg nagyon az átlag játékosnak lett kifejlesztve. Hát persze. Minél több pénzt hozzon. Na, a test driverünk az egész jól működött amúgy. 200 ezeret hozott az is. Nem. Tetris Madness Forever. Legyen ez. Rodovin 6,7. Van még egyelőre Commodore jobb. Jobban működik. Szerintem hagyjuk így. Mindent belerakunk, amink van. Ennyi. Megcsináljuk a Tetrisnek a folytatását. Még ezt a játékot kiadjuk, srácok, és szerintem mára ennyi lesz. Remélem, hogy egyébként tetszik nektek a játék, mert akkor játszunk még vele. Na, primitív fizikát már lehet csinálni. Csak sose lesz kész a hangstúdió, szerintem.
Igen, Tetisnél megint a hang. Ott vagyunk közepessel, úgy sem nagyon van mit bemutatni. Oké. Valami új és nagy a piaci részesedése. A Rodovin még, de egyelőre nem kell vele foglalkoznunk. Játékmotor az... Jó, azt hagyjuk. Licensz, kiadó, exkluzív piackutatás. Bank. Ja, így tudom felvenni a kölcsönt. Aha. Az egyelőre nem kell. Majd... ezt meg tudjuk venni. Ahhoz föl kell löknünk a bevételünket, vagy ugye a pénzmagunkat, hogy 4,5 millió körül legyünk. Mert ugye ez a szutyó, oh, nem, ez még drágább, most már 5 millióba kerül. Ezt tudnám megvenni itt a szomszédost. 1 millió 300 valamennyi. 95 millió. Vagy 6 millió. Jó, hát majd ez lesz akkor a következő, amit megveszünk. Egyszer csak. Most már tudom másolás védelmet rakni a játékokba. Kicsit azt a hangot följebb lehetne tornázni, srácok, igazán. Black Orchestra az úgy látom nagyon bejött a népeknek. Az jó. Country Roads, Take Me Home, azt énekelt az emberke. Nekik is kéne majd be valami zene. Már igazából úgyis az egészet át fogjuk építeni, ha ezt megvesszük. Jó, ez így. Nem tudunk jó játékot gyártani. Teljesen elavultak a hanghatásaink. Tetrisről beszélünk, ember. Szerepjáték hackkelés, új trend. Hát, na, majd meglátjuk, srácok, hogy hogyan alakul a továbbiakban. Én köszöntöm szépen egyébként a figyelmeteket. Remélem, hogy tetszett nektek a játék, és találkozunk legközelebb. Jók legyetek, jó pihenést, sziasztok!